Na szávasztok, itt vagyok újra az Orival, következő rész, visszajöttem, ugye ott alapba hagytam, mi nem ott alapba hagytam, hanem ide visszatértem a lélkapuhoz, most ebbe az irányba kell elvileg menni. De csinálok ide egy lélekkaput most már. Jó. Ja, meg a képesség pontomat ugye újra el kell osztani. Ja, megint van egy izé. Várjál. Na, ez kétszer többet tölt vissza. Nem tudom, melyik irányba induljak el, ez mi? Mesteri védelem. Na, húzzunk ebből is egyet. Na. Újra gyújtottuk a lélek kapcsot. Jó, akkor itt már voltam elve. Jó, most megint el kell mennem oda, mert izé nem. Hogy meghaltam? Vagy az ott elmentése került? Mindjárt kiderül. Nem már ezt tudja, jó. Itt meg felszedtem a cuccost, oké. Na, akkor most abba az irányba kell menni. Amiben még nem voltam. Vagyis ebbe, és ott van a térkép darabja. Talán, ugye? Kőatlasz töredéke, igen. Na, akkor most szépen elmegyünk erre. Ja, csak ott a kőatlasz, és oda nem tudok felmenni szerintem, ha megnézik. Ezt jó megcsináltam. De semmi nincs, jó, jött lent, meg már voltam, ugye. Ugye? Jó, ott volt ez a izé. Onnan, ha trükkösen kéne átmenni. Ne ugorjál, bebántsál. Nem tudok ide felugrani? Nem, még nem lehet. Ez majd még következő lélekfájnál lehet, gondolom. Jaj, már megijesztett. Mi az a izé ott? Ez már nehezítés lesz itt, ezt gondolom magammal kell vinni. Hívd el. Na lőjed már, milyen lő át ez a szarom? Azaz. Na, még nem toljuk be teljesen, szerintem van valami bent. Na. Képességpontot kaptam. Király. Itt át kell ugrálni ügyesen. Ide csinálunk egy lélekkaput, hogy innen kezdjem. Képességfa. Akkor... Hát lélekkapus létrehozásakor újra gyújtás szükséges. Kapok életet. Lehet, hogy most erősíteni is kell. Nem mindegy, kicsit rámegyek erre, mert ez rövid. Lehet, hogy ez érdemesebb hamarabb kiszedni. Újra gyújtjuk. Nem lehet újra gyújtani? Vagy még ez annyira új, hogy nem kell újra gyújtani? Nem. Vissza. Ezt el kell tolni valahova. Hova kell olyan tolni? Lehet, hogy ide, hogy át... Ne! Azaz. Bassza meg, oda kell eltolni. Akkor itt ügyesnek kell lenni. Ne, jó mondom, ügyesnek kell. Visszavitt oda az elejére, de miért? Akkor menjünk. Toljad már. Na, meghaltam. Na, jó, kezdem. Ez joystickkal lesz jó irányítani, érzem, kell vennem egy joystickot. Jó. Jaj, mit csinálsz, hülye vagy? Itt ez bánt vajon? Nem, jó. Toljad. Hop. Jó. Ez necces lesz. Na bassza meg. De miért haltam meg? Hát nem is sebződtem annyit. Úgy nem volt az életem? Áj. Tol. Na most tényleg sebződtem. Kettőt levett? Ja, ezért haltam meg. Úgy nem sok esélyem van. Jó.
Gyorsan vissza. Tolt, 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 nem tolja! Ne bazd már meg! Na, akkor új technikával próbálkozunk. Egyetet itt feláldozunk. De miért? Hát mikor vibrál, akkor mi nem hal meg. Vagy nem sebződik újra. Mégiscsak. Na, mennyi, mennyi, mennyi. Jó, megvan még minden életem. Tol, vissza. Jó. Vissza. És most egyből tol. Jó, feláll. Hopp, oké. Gyerünk, gyerünk, ideig ez a legmesszebbi eljutási. Oh, az. Király. Megvan az Atlas térkép. Szétlőjük a gecibe. Azt az egyet is lőtt szét, fasza, és itt van valami kar. Aha, leeresztézét, és föl tudok menni azért. Ja nem is, az nem az Atlas térkép volt, hanem ahogy hívják. Na, megtaláltam az Atlaszt is. Jó. Akkor viszont, ne basz meg, ne basz meg. Menteni kéne egyet. Mert itt mentünk egyet. Itt kell menni az Atlasz térképhez? Igen, akkor itt fogunk menteni egyet. És kapok vissza egy életet is, ugye? Már azt húztam ki. Na. Na hát jó, el is basztam az életemet. Na. Megmutatta a helyeket. Kulcskő. Ha itt vannak a kulcskövek. Ez lélekkapu. Itt is van egy lélekkapu. Na, menjünk vissza a térképre. Hogy van ez? Azt a hizét, az hogy lehet majd áttörni ezt? Az elvileg lélek. Beszakítható padló. Ledönthető fal. De hogy lehet ledönteni? Ugye miért lövöldöztem, és nem tudtam ledönteni. Na majd megnézzük, hát most már lebírja dönteni. Itt ugye meg elmentem még így, erre kell mi menni, és úgy lehet visszajönni. Itt ugrándoztam át, minden igaz. Na megnézem még egyszer. Igen, valószínű, hogy ez az volt, az a rész. Igen. Jó, akkor arra már nem megyünk, hanem itt megyünk a lélekkapuhoz. Akkor így, ide ezt ki kéne dönteni újra, azt a falat. Ezt újra kéne gyújtani. Jó, és ez kinyílik. Oké. Okay. Viszont elfutok erre még, gyorsan megnézem, hogy fele tudom már törni azt a falat. Hát most már engedi a játék, hogy már felfedeztem, hogy micsoda az. Ugri-bugri. Ez rosszabb amúgy, mint az ugri-bugri, mert ez ilyen lövöldöz rád össze-vissza. Ez úgy meghalt, hogy nagyon. Szippancs már oda a lélket. Elég lassan szerzi az ember ezeket a képességpontokat. Na nézzük ezt a ledöntető falat, írja rá valamit, semmi. Hát akkor ez nem úgy van, hogy ledöntjük. Erre is van pedig egy út. Ide nem tudom, hogy lehet majd. Ja, a később lehet csak feljutni, hogy vissza kell jönni akkor. Jó, hát akkor menjünk az új irányba. Ami erre van, igen. Szetszik, hogy így átmész egyik helyre a másikra, ilyen komorabb lesz a dolog. Aha.
Ja, már is jöttem a lélekkapun, nem is figyeltem, igen, itt jöttem át. Itt már voltam? Igen, itt már voltam, mert itt jöttem. Jó. Ez ilyen trükkös lesz. Gondolom az a hatósugarra kijön odáig. Jó. Hoppá, és hogy lehet oda fölmenni, ha értem meg? Jaj, gyerünk, gyerünk, nem! Azaz, szereztem egy lélekkapukövet. Vagy lélekkövet. Mi az? Az az kulcskő ez, ugye? Térképjelölések. Kulcskőnek hívják. Jó, csak a menne hülyeséget beszéljek annyira. Mint általában. Ne! Ott van még egy kulcskő. Új, de keresem egy lélekkaput. Ne felejtsem, hogy ez fontos. Na és oda föl kéne menni valahogy. Oda föl lehet innen menni? Nem, így beszorul. Ez itt át lehet ugrálni, vagy ez nem olyan dolog? Itt föl lehetne mászni? Nem hiszem. Térkép szerint? Térkép szerint föl lehet menni. Valahogy. De miért nem ugrik a falon? Nem tud felugrálni. Hát akkor az most kimarad életünkből egyelőre. Jó, errefele. Nem tudok megállni. Akkor minden visszafele lehet odaugrani. Igen, és akkor itt találtam egy rejtek valami dolgot. Na ez micsoda? Ezek az energiakapuk a múlt szellemei által vannak lezárva. Ha az elengedő energiacellát gyűjtöttünk össze, megnyitják számunkra az utat. Na, jó. Igen. Ja, igen, belerakosgatom a cuccomat. De akkor viszont... Nem tudok lélekkaput csinálni, szóval megvan a előnye, meg a hátránya is. De van még egyem, akkor azt hogy adjam be neki? Most beraktam, de kiment. Ja, összesen bele kell rakni az összeset. 1, 2, 3, 4-et kell majd belerakni. Ja, lesz annyim. De hát igen, nem is tudok összerakni egyelőre. Na, erre menjünk. Van egy út erre, meg arra. Na, nézzük meg erre. Azzal nem tudunk menni egyelőre. Jó. Akkor itt lesz a cumi. Akkor mentünk egyet. Ott egy lélekkő darab. Azt mondta, bemegyünk érte. Van már három kapunyító. Jó. Arra van még egy, és ott van egy lélekkapu, meg itt van egy energiakapu ez. Az ledönthető fal, ugye? Ezek lélekkapuk. De még kétszer sem mutatja. Még kettő van a térképen? Nem, ez ledönthető fal. Ez itt a lélekkapu. Vagy ilyen faszom, lélekkapocs. Ő is vagy jelent volt. Energiakapu, ez energiakapu, ez ledönthető fal akkor. Hogy nem tudok ledönteni, hogy lehet ez zoomolni? Shift-tel? Igen. Ja igen, így már jobban látszódik, hogy mi micsoda. Hát akkor én nem tudom ezt, hogy fogom megcsinálni. Na mindegy, kezdjünk el erre menni. Rükkösen kellni. Na lőd ki magadat. Lőjé már. Ó, beszívja és kilövi, jó. Jaj, ezt jó megcsináltam. Faszomba? Most így mentettem a játékot, egy HP-val ügyes voltam. Jó, legalább meghalt, az kész. Megkezdjük innen újra. Fasz, ha egy HP-val nagyon jó lesz. Jó, vissza. Nem tudok oda átugrani, ez billentyűvel szopás. Szív már ki magadat, jó? Nyomogatjuk így. Tehát, hogy gyorsan. Oda, hogy ugrálózik. Na faszomba. Ó, bazd meg.
Be kell gyakorolni ezt az ugrándozást. De hogy lehet oda átugrani? Aha, így jó. Jó, akkor megvárjuk, míg lő egyet. És akkor most. Na, érzésből kell. Aha, na az lesz ott a cumi. Na mindegy. Hát mindig átugrik felette a mocskosra. Jó. Oké, hogy most van ennyi izém, de mit tudok kinyitni vele? Mert nincs több kinyitós dolgom. Hogy van itt a eszképbe? Van egy életem, élem. Világ eseményeim nincsenek. Ez olyan falonugrálás, ugye ez micsoda? Meghaltam. És ez hova visz engem most? Oda... Föl kéne mennem? Megnézzük. Na lőj egyet. Jó. Nem. De nem már. És most kezdhetem előről, mert elfejtettem menteni. Jaj. Mindegy, most már tudom, hogy kell ugrani, így már könnyebb. Szív ki magadat, úgy. Itt mentünk. De be kellett, ja, nem is tudtam, nem kell azt, de csak kettőt tudok izélni, szóval, de még úgyse tudok átmenni. Jaj! Ú, ez cumi volt. Ó, ez az, ide kell a lélekkő, 4 darab. Akkor mi energiakapunak mutatta ezt a helyiséget? Mert ilyen, ez lélekkapu volt, jó, nem ledönthető fal. A ledöntető fal ilyen, ami csíkos, és mutatja, hogy izé, de 4 kell, ide meg 2, aha. Értem, jó. Ezt is tudom. Nincs elfelejtem legközelebbre. Na. Sötétjük rám, talán csendesen és rejtelmesen. Nézzünk el elsőnek erre, itt egy ledöntető fal, amit nem tudok ledönteni még. Itt a lélekfa van. Ez a küldetés, hogy meg kell találni a lélekfát. Na, most megtaláltam. Indul a szép zene. Na, egy lélek bement oda. Most belém száll? Ori a lélekfa minden bizonnyal utolsó lehelet nyerét is arra használja, hogy téged megmentsen. Halt hát történetünket, a fényesség ünnepének éjszakáján a fényük volt az, ami meggyűlölt. Amit meggyűlölt. Orit hívta magamhoz, de ő nem érkezett. Az a nagy gonosz madár. Ez egy bagoly. Uló elorozta szeint, és napjainknak bealkonyult. Na akkor az a bagoly a kuró, és ellopta szeint a lélekfából. A lélekfa megáldott fényével sorsunkat ezzel a kezedbe helyezve. Most hallgass, figyelmesen.
Lélekfa a három fény elemét táplálta, akik cserében egyensúlyban és biztonságban tartották Nibelt. A vízeleme a ginzófa koronáján helyezkedik el. A szelek eleme az elhagyatott romok mélyén található. A melegség eleme a Horuhecs koszorú tűzei alatt fekszenek. Hogy visszaállítsuk Nibel tényleges formáját, újra kell gyújtanunk fényeit, mielőtt túl késő lenne. Az elsőt a pokolköbrön túl találjuk meg annak a fának a koronáján, ahonnét egykor a vizet áramoltak. A vizek áramlottak. Na, most az a célunk, hogy oda menjünk. Új feladat, találd meg a ginzófát. Na hát akkor szerintem a következő részben meg fogjuk találni a ginzófát. Vagy a következő utániba, majd kiderül. Sziasztok!